Az önkormányzat és a rendőrkapitányság közötti kiváló kapcsolat több évtizedes múltra tekint vissza. Az együttműködés keretében számos közös rendezvényt tartottak az évek során. A városvezetés kiemelkedő figyelmet fordít a Kazincbarcikai rendőrkapitányság munkakörülményeinek javítására, eszközeinek fejlesztésére, mondta Klimon István alpolgármester. Önkormányzat igyekszik támogatni a rendőrséget is, a Kazincbarcikai rendőrkapitányságot, úgy, ahogyan a lehetőségeink azt engedik, illetve úgy, ahogyan azt a kapitányság érdekei megkívánják. Ezért volt az valamivel több mint egy évvel ezelőtt, hogy asztali számítógépeket adtunk át önöknek használatra, igazából pont azért, hogy egyszerűsödjön az önök dolga, ami nekünk azért jó, mert akkor a város lakók is egy picit gyorsabban, jobban kaphatnak megfelelő szintű ellátást, szolgáltatást önöktől, hiszen mégiscsak önök is egy szolgáltató cégként prosperálnak itt a városban. És ebben az esztendőben, illetve a tavalyi esztendőben jelezte a kapitányságvezető úr, hogy amennyiben a város úgy gondolná, akkor továbbra is nyitott lenne erre a rendőrkapitányság, hogy támogassuk már a szervet. Az eseményen dr. Vereckei Csaba, megyei rendőrfőkapitány köszönte meg az adományt. Valahol rendőrkapitányság és a rendőrség a városnak a kirakatában van. Akik ide jönnek, azok törvényszerűen és bízom benne, hogy elég gyakran találkoznak rendőrökkel az utcán. Ha ügyes-bajos dolgok, akkor hozzánk fordulnak, segítségért bejönnek a kapitányságra ügyintézni, és nem mindegy, hogy milyen körülmények között, milyen technikai felszereltséggel és milyen minőségi munkával találkoznak az emberek. Mi is szeretnénk csatlakozni ehhez a szemlélethez és lépést tartani a város fejlődésével. A Kazincbarcikai rendőrkapitányság eszközparkja idén 3 laptoppal és modern elektronikus alkoholszondákkal gazdagodott. Ebben az esztendőben alkoholszondákat kértünk elsősorban. Nagyon komoly erőfeszítéseket teszünk a közlekedési helyzet javítása érdekében. Sajnos tavaly előtti esztendőben még országosan is kiemelkedően magas volt az alkoholfogyasztók által okozott baleseteknek a száma. A tavaly évben viszont már egy jelentős csökkenést sikerült elérnünk, és ugye ezeknek a kiszűrése ez nélkülözhetetlen az alkoholszonda. Az állománygyűlés a rendőrség osztályvezetőinek és munkatársainak értékelésével zárult.